Sziasztok, kedves ABTV nézők! Én Komáromi Barnabás vagyok. Bizonyára sokan tapasztaljátok a saját bőrötökön, háztartásotokban, hogy sok mindennek megemelkedett az ára az utóbbi időkben, részben az infláció, részben a devizárfolyamok hatására. Így most egy kicsit nehezebb napokat élünk, de nem is erről akarok itt károgni, hanem arról, hogy a Meze nevű román cég hozott nemrégiben a piacra egy terméket, ami szerintem nagyon fontos szereplőjévé válhat a piacnak, különösen azért, mert a nyitott high-end fejhallgatók azok jellemzően mindegyik megdrágult, ugyanúgy, mint bármi más a világban, de hogyha azt nézzük, hogy olyan referencia modellek, mint például egy Sennheiser HD800S, korábban kerültek 4-500 ezer forintba, most pedig inkább 6-700 ezer forintba. Ez a hirtelen drágulás, ugye nagyon sok cég ilyen félmillió forint környékére lőtte be a saját referencia termékét, szóval mindez azt eredményezte, hogy a 200 és 500 ezer forint közötti rész az egy kicsit ilyen hézagossá vált, nekem legalábbis. A lényeg, hogy a Meze kínálatában eddig egyértelműen volt itt egy nagy hézag, független attól, hogy a világban mi történt korábban, és ezt a kis lyukat igyekeztek betölteni egy olyan termékkel, amit úgy hívnak, hogy 109 Pro. Erről fogunk beszélni a mai videóban. Amikor ezt a videót forgatjuk, a fejhallgató kb. 330 ezer forintért vásárolható meg, ami durván a fele a legtöbb audiofil fejhallgató referencia füles riválisnak. Hozzá kell tenni, hogy ez nem a Meze zászlós hajó terméke. Nekik a csúcsmodelljük az az Empyrean, illetve Elite fejhallgatók, amikről már korábban is nézhetetek videót itt a csatornán is. Visszatérve a 109 Pro-ra, ez jelenleg a Meze legjobb minőségű nyitott és dinamikus hangszórót tartalmazó terméke. A belsejében egy házon belül kifejlesztett 50 mm-es dinamikus hangszóró található, amit PVD eljárással fülött kezeltek. Magának a hangszórónak a középső dóm alakú része az egy széntartalmú biocellulóz, és az a perem, ami körbeveszi a dómot, az pedig berillium, kb. 20 mikron vastagságú berillium bevonattal rendelkezik, annak érdekében, hogy jobb hangminőséget nyújtson. Ügyeltek még számos egyéb részletre is, hogy milyen anyagok kerüljenek a hangszóró mögé, stb. Ezt kifejtjük részletesebben a róla készült cikkben, viszont amit itt képileg lehet látni teljesen egyértelműen, hogy ez egy rendkívül nyitott fejhallgató. Ez a külső rész, ez a pókszerű, ilyen pilléres szerkezet tartja a fejpántot a hangszóró kamrákhoz. És a kettő között mindössze egy nagyon vékony kis fémháló található. Tehát a hangszóró az rendkívül mértékben képes szellőzni, ami szintén egy szélesebb, nyitottabb hangszínpadot eredményezhet. Az is említést érdemel, hogy milyen elegánsan oldották meg a hangszórónak a rácsát, ami egyébként egy teljesen jelentéktelen részlet lenne, hiszen ezt úgy se látjuk, amikor a fejünkön van a fejhallgató, de annyira gyönyörű, ahogy teljes rálátást engednek a hangszóróra ezzel az ilyen rosé gold bronz hatású rácson keresztül, és közben itt bele is van írva, hogy Romániában készítették, hogy ez önmagában egy jó ilyen fotogén téma vagy részlet, és összességében az egész fejhallgató gyönyörű. A hangszórókamra külső pereme az fából készült, ezek az anyagok itt rajta fémből vannak, a rács is, ez a pókszerű, lábas, akármicsoda is, és ez a kis fém, rozéarany hatású, vörösrész hatású, ilyen cseppfolyós, illúziót keltő tartó idom is fémből van. A Meze ügyelt arra, hogy kevesebb műanyagot használjanak, részben a fenntarthatóság jegyében. Úgyhogy ténylegesen egy exkluzív, igényes és hosszú élettartamos sugalló anyaghasználatot kapunk. Egyébként a fülpárnák azok nagyon puha szivacsal vannak bélelve, és a külsejük ez egy ilyen plüsses anyag, amit nem csak a fejen, hanem kézben tartva is egy ilyen kis kényeztető, finom érzést eredményez. Akik korábban birtokoltak AKG, komolyabb AKG fejhallgatókat, azoknak ismerősebb lehet ez a részlet, ez a rugós felfüggesztésű fejpánt, ahogy egy ilyen rejtett belső felfüggesztéssel visszahúzódik, hogyha elengedjük. Hogyha fölvesszük a fejünkre, akkor nem kell állítgatni a fejhallgató méretét, szépen fölhelyezem, és ez automatikusan pontosan azt a méretet lövi be magának, amekkora fejjel rendelkezem. Nézzétek meg ezt a tokot! Szerintem elképesztő. Önmagában ezt a tokot is árulhatná a Meze, már ha más
bármilyen más fejhallgató beleférne, akkor lenne értelme, de így is jó, hogy van. Kifejezetten kemény borítás, masszív, két cipzárral nyitható, kis hordfül van rajta. Ha felnyitom, itt a belseje egy ilyen, jaj de jó, kis ilyen fluffy bevonat. Tökéletesen elfér benne a füles, és egy kis műbőr batyuban megkapjuk a tartozék kábelt. Kábeleket, mert hogy kettőt is kapunk mellé, egy rövidebbet, egy hosszabbat, mindkettőnek az alap csatlakozó vége az 3,5 feles jack, és kapunk hozzájuk egy 3,5 felesről 6-3-asra átalakító adaptert. Használat közben a fejhallgató nem produkál semmilyen zörgő, kotyogó, kattogó érzetet, ahogy mozgatom rajta ezeket a hangszóró kamrákat, semmilyen mechanikus zaja nincsen, fölveszem a fejemre, és szépen észrevétlenül felül a kobakomra. Stabilitása kifejezetten jó, nagyon-nagyon jó, az oldalirányú nyomása kissé határozott, de még nem idegesítő, és ezek a plüsspárnák olyan kis finom, kellemes érzetet okoznak. Mindent összegezve, ez egyik legkényelmesebb fejhallgató, amit eddig kipróbáltam. A hangminőségre most csak dióhéjban fogok kitérni, aki részletesebben kíváncsi rá, el tudja olvasni a cikket. Első benyomás, hihetetlen mennyiségű részlet. Második benyomás, elképesztő térméretezés és térmélység. Harmadik benyomás, valami itt azért nem stimmel. Legalábbis nekem ezek voltak az első egy-két órás tapasztalataim, amiket még az első egy-két napban szereztem a fejhallgatóval. Egyfelől nagyon sok járatást igényel, eleinte kifejezetten nyers tud lenni, de néhány nap elteltével is olyan fényesnek, élesnek, ércesnek érződtek a magas frekvenciák. Időközben kaptuk a hírt, hogy a gyártó éppen miközben teszteltük a fejhallgatót, bejelentett egy új szériát. Korábban is már létezett a PC-UHD nevű kábel családja a mezének, ami egy opcionálisan megvásárolható fejhallgató kábel széria, de most kiadtak egy olyan változatot belőle, ami kifejezetten a Lyric és 109 Pro fülesekkel kompatibilis, sülyeztett ajzatba való 3,5 feles mono jack dugóval rendelkezik a fejhallgató felüli oldalon. Kipróbáltam ezzel a kábellel is, és egyik szemem sírt, a másik pedig nevetett, mert pont az az kicsit idegesítő és frusztráló magasfrekvenciás többlet csillapodott le, ami engem zavart, és nem is tudtam, hogy fogalmazzam meg, hogy akkor jó, hogyan írjak róla cikket jó szájízzel. Pont az sikerült ezzel a kábellel orvosolni. Másfelől pedig nem értettem, hogy miért nem adják ezt a kábelt eleve a fejhallgatóhoz, hogyha ezzel mutatja meg a valódi énjét. De aztán, amikor láttam, hogy körülbelül 100 000 forintba kerül ez a kábel, akkor számomra világosabbá vált a válasz. Tehát, hogyha önmagában nézzük ezt a kis darab kábelt, ami 100 000 forint, akkor tényleg ez egy nagyon magas összeg. De hogyha azt nézzük, hogy így 430 000 forintért kapunk egy olyan hangot, ami térnyitottságban, basszus leképzésben, simán utoléri és basszus intenzitásban, mennyiségben még le is hagy például egy HD 800-est, csak azért például azok vele, mert tudom, hogy az hogy szól, az itt van a referenciatárunkban. Azért nem egy rossz biznisz, amikor utóbbi már több, mint ilyen 6-700 ezer forintba kerül, ez pedig így kábellel együtt 430. És ha ezen el lehet gondolkodni, nyilván léteznek más gyártóknál is tuning kábelek, lehet, hogy van olyan, ami még ennél is jobb, lineárisabb hangélményt tud eredményezni. Minden esetre, ha valaki komolyan gondolkozik a fejhallgatóban, én azt javasolnám, hogy amikor elsétál meghallgatni, akkor előtte érdemes kideríteni, hogy meghallgathatja-e a PC-UHD kábellel is, mert nagyon nem mindegy, hogy mi lesz a különbség, és ez még nem is a szimmetrikus kábel, mert hogy ennek létezik olyan változata, amire 4,4 mm-es pentakon vagy 4 pines XLR dugót szereltek, ami bizonyos fejhallgató erősítőkkel még ennél is jobb eredményt tud hozni. Mindaz alapján, amit eddig elmondtam, én inkább a tuning kábellel teszteltem, az idő 90%-ában több napon, több heten keresztül inkább a 109 Pro, tehát kérlek a szubjektív véleményemet ezek alapján fogadjátok. Nekem azok voltak a benyomásaim, hogy nagy csodák nincsenek olyan tekintetben, hogy kell hozzá jó elektronika és jó minőségű zene ahhoz, hogy a tudását kifejtse. Tehát ha van jó hanglemezetek, ha van jó digitális albumotok, akkor azzal jól kell, hogy szóljon. De mindez még hozzátartozik az is, hogy a fő erőssége az nem elektronikus zenével, könnyű zenével, trappel, hip-hoppal, ilyesmivel mutatkozik meg. Ott is ki tudja hozni a zenében lévő felbontást, és a basszus is elegendő lenne ahhoz. De ez a fajta egyenesség, őszinteség, kicsit már szinte kíméletlenbe áthajló részletábrázolás,
Ez inkább olyan zenékkel tud előnyösebb megmutatkozni, amik klasszikus zenei felvételek, nagy zenekari, nagy térben, nagy atmoszférával rögzített felvételek, ahol fontos az is, hogy mi maga a tér, amiben a zenészek dolgoznak. Vagy bármilyen realisztikus részletek érzékelése a cél, sok ének, kórusok, fúvósok, vonósok, tehát instrumentális darabok, akusztikus darabok, azoknál tudja igazán előnyösen ezt az oldalát, ezt a szényét megmutatni. Másik oldalon pedig, hogyha valaki egy univerzális, mindenes fejhallgatót keres, akkor ez nem a leguniverzális, a könnyű zenénél ez a kicsit ilyen komolyabb előadás módja merevségre utalhat. Mindent összegezve tehát kapunk finoman telt basszust, ami nem túl tolakodó, de mégis ott van, lendületes, ha kell, játékos, ha kell, és mégis integrálva van a nagy egészbe. Középső frekvenciák részletesek, picit szárazok, de ugyanakkor nyitottak is, nagyon jó a színpadkép megjelenítés, jó, széles, lélegző, hatalmas atmoszférát kapunk. A magas frekvenciák egy kicsit hegyesek tudnak lenni alkalmanként, nem árt, hogyha olyan elektronikánk van, vagy olyan kábelünk, ami kompenzálja mindezt. Tehát magát a fejhallgatót ki kell szolgálni ebben az aspektusban, de ez nagyon sok más high-end riválisnál is előfordul, hogy rendszerben kell már gondolkozni, és nem az van, hogy majd ezt csak így simán rádugjuk a telefonra, és minden happy lesz. Itt rendszerben kell gondolkozni, de hogyha ezt megtesszük, és elfogadjuk azt, hogy vannak bizonyos közösségei fejhallgatóknak, és inkább jazz per klasszikus per akusztikus zene rajongóknak, gyűjtőknek lehet egy igazi végállomás, akkor határozottan ajánlott vétel tud lenni, de elsősorban úgy, ha valaki még elfogadja azt, hogy az extra minőségű kábelt is meg kell hozzá fizetni. Tesztelés közben egy érdekes gondolat fogalmazódott meg bennem, hiszen ott vannak az Empyrean, illetve Lyric vagy Elite fejhallgatók, amik egy 800 000–1 000 000 fölötti fülesei a mezének. Másfajta technológiával, hogy ezzel nem vágja el maga alatt a fát a meze, hogy létrehozott egy fülest, ami 330 000 forintért egy nagyon is kompetens és komolyan vehető hangzást produkál, amiben benne van a stúdiós őszinteség, a nyitottság, az intimitás, a holografikus középpont megjelenítés. Mert ugye maguk az Elite, illetve Empyrean fejhallgatók, azok egy speciális sheetmágneses technológiával működnek, és ott a magas frekvenciák, illetve a tér hatás az nem annyira pedáns, a közlésmód nem annyira markáns és kontrasztos, mint a 109 Pro esetében. Hogy akkor hogy is van ez? De ott összességében az élményhez hozzátartozik egy ilyen luxus színvonalú, lezser, kényeztető, kicsit ilyen puhább, sejmesebb összhatás is. A 109 Pro-nál ez nincs meg. Ő nem fogja készakarva kényeztetni a hallgatóját. Nála nem az lesz a cél, hogy mi mindenáron jól érezzük magunkat, és egy csodálatos zenei utazáson vegyünk részt, mint egy Elite esetében, mert az Elite-nél, hogyha valakinek az agya és a füle befogadja azt a speciális sheetmágneses hangot, az Elite-nél tényleg van egy ilyen, és bársonyos, ilyen sportluxus hangzás. Itt azt kapjuk, amit adunk neki, amink van, ezt a fajta egyenességet, ezt a fajta határozottságot sokan fogják szeretni, főleg azok, akik nyitottak a professzionálisabb dolgok iránt. És szerintünk azért jó, hogy ezt az opciót meghagyja a meze, mert akkor mindenki eldöntheti, hogy mit szeretne. Érzelmességet, szenvedés és luxust, vagy egy kicsit észszerűbb, de még mindig nagyon profi összképet. Videóknál szoktátok kérdezni, hogy milyen alternatívákat javaslunk, hogy mi az, ami még esetleg ezen az áron vagy hasonló tudással szóba jöhet. És itt volt az, ahol igazán fogást talált rajtam a fejhallgató, mert eszembe jutott egy-két füles, például a Beyer Dynamicnak az ászlós hajója, 3-400 000 forint között kapható a T1-es, illetve ott van a Focal Clear MG, ami több mint 500 000 forint. Mindkettő összességében egy drágább opciónak számít, és oké, hogy mondjuk a Focal több neutralitást nyújt, de például mélyhang lendületességben a meze az, amennyire az emlékezetem lehetővé teszi, több lendületet és több kerekséget tud adni például basszusban, mint mondjuk egy Beyert. És itt mutatkozik meg az, most nem azt akarom kihangsúlyozni, hogy melyik jobb vagy rosszabb, hanem az, hogy 330 000 forintért kapunk egy ilyen fülest ezzel a hanggal és ezzel a szemgyönyörködtető megjelenéssel. Úgyhogy elérkezett az idő, hogy a többi gyártó felkösse a gatyáját. Ez volt tehát tényleg csak dióhéjban, amit megosztottunk veletek a 109 Pro-ról, még egy-két gondolatot kicsit konkrétabban kifejtünk a cikk alatt elérhető hivatkozásra kattintva, el tudjátok olvasni a róla készült cikket. Hogyha kíváncsiak vagytok más hifi, high-end, fejhallgatós dolgokra, érdekességre, újdonságokra, akkor feltétlenül iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. Hogyha pedig kíváncsiak vagytok a 109 Pro tudására,
akkor a hivatalos viszonteladóknál, márkaboltokban ti is ki tudjátok próbálni, meg tudjátok hallgatni. Találkozunk a következő videóban, sziasztok!